A kakaós palacsinta volt a legnépszerűbb ezen a pénteken a gyerekek körében. A város polgármestere legtöbbször ugyanis a kakaós kanalat használta a palacsinták megtöltéséhez. Kakaósabb és palacsinta. Miért jó a palacsinta? Hogy a gyomrunkat tápláljuk. Az óvodáskorú gyerekek általában egy-két palacsinta után jól laknak, de az egyik általános iskolás fiatal azt mondja, ő 6 is meg tud enni egyszerre. Patik Ferenc most megy felsőbe is, bár a tanulást nem várja, a barátaival szívesen találkozik majd az iskolában. Azért izgulok, mert találkozok a barátokkal, és azért nem várom, mert tanulni kell. A vakáció utolsó hétköznapján közel 1000 palacsintát sütöttek. A gyerekek kakaós, barack és eperlekváros finomsággal búcsúztathatták a vakációt. A palacsinta pénteket 5 évvel ezelőtt indította el a térség önkormányzati képviselője, aki utolsó ciklusát tölti ebben a tisztségben. Horváth Miklósné 2010 óta viseli szívén Víziváros sorsát, és a közel másfél évtizedben számos hagyományt teremtett itt, melyek legfőbb célja a közösségépítés. Kellett teremteni valami olyan dolgokat az évet is átnyúlóan, vagy átfogóan, ahol meg lehet szólítani a vízivárosiakat is, na kín keresztül, vagy csak a gyerekeken keresztül. A gyerek az a mindenkinek a szíve központja, és nyilvánvalóan akkor jönnek a szülők is, és olyanok is megismerkednek egymással, akik bizony olyan is volt, hogy ugyanabban a házban laktak, csak éppen nem ismerték egymást. Horváth Miklósnénak önkormányzati képviselőként ez volt az egyik utolsó hivatalos megjelenése. Mint Saci néni mondja, szívesen tekint vissza az elmúlt 14 évre, hálás az itt élők bizalmáért, szeretetéért, és azokért a találkozásokért, melyeket Vízivárosban élhetett át. Horváth Miklósné abban bízik, a városrészi programok tovább folytatódnak az új önkormányzati ciklusban, és a közösségekben van akkora erő, hogy együtt maradjanak. Víziváros a szívem közepe, fogalmuk nem volt róla, hogy 2010-ben ki az a Horváth Miklósné. Úgyhogy én se ismertem Víziváros, tehát nyilván az volt az első dolgom, hogy végigjártam, hogy mi is ez, mit kellene itt csinálni. Minden héten volt fogadóórám is, és én azt hiszem, hogy itt sikerült jó kapcsolatot kialakítani az itt élő emberekkel, mert az, hogy az együttérzés, a segítség, a gondoskodás, a bizalom, a barátság és a szeretet, ez valahogy ugye egy egymásra épülő folyamat, és én próbálom azt hinni, hogy én ezt azért sikerült fölépítenem ez alatt a 14 év alatt. Horváth Miklósné hozzátette, továbbra is szívén viseli a vízivárosiak életét, és ha teheti, továbbra is segíti munkájával az önkormányzatot.